Hát szeretettel köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat, ez a Civil Idő Podcast, a H+ Média civil és közösségi magazinja, Kerényi Kata vagyok. A Nemzeti Művelődési Intézet Vasvár megyei igazgatósága havonta megújuló vitrin kiállítást tervezett. Most már a negyedik állomáshoz érkezünk, ahol Vasvár megye kis településeinek van lehetősége folyamatában a bemutatkozásra, illetve a kulturális erőforrásaik bemutatására és megjelenítésére. Az általuk berendezett értékkirakatot mindig egy különböző műsoros megnyitó keretében kezdik el. Egy hónapig tudják ezek után megtekinteni az érdeklődők a vitrinben behelyezett különböző csodálatos értékeket. Az érdekesség, hogy Vasvár megye mind a 7 járásából kerülnek bevonásra közösségek. Most szeptember 29-én, Mihály napján 17 órakor a negyedik kiállítás megnyitóval büszkélkedhetik már a csapat. Így folytatódik a hosszú távú közösségépítést és településfejlesztést segítő program, méghozzá Nagykölket településsel. A szép számban érkező vendégek pedig mind Nagykölkedet illusztris személyként fogják most nekünk bemutatni. Kezdem a hölgyekkel. Francsics Viktória, Nagykölkedért Egyesület titkára, Damján Jánosné Teca, az Egyesület elnöke, valamint a közművelődési munkatársa a településnek, és nem utolsó sorban Francsics Zoltán, a település polgármestere, és elmaradhatatlan, hogy Éles Krisztina Vasvár megyei igazgatóságból itt legyen velünk, a Nemzeti Művelődési Intézettől. Sok szeretettel köszöntöm a teljes társaságot. Köszönjük szépen. Mekkora az izgalom? Nincs izgalom. Nagy. Férfi azt mondja, nincs izgalom, ha a hölgyek azt mondják, van izgalom. Akkor hölgyek mit mondanak? Mi az izgalom tárgya? Hát egy, hogy mindenki ide érjen, akit meghívtunk, hogy fellépjen, hogy kicsit színesebbé tegyük a megnyitót. Lesz egy kislányunk, aki énekelni fog, illetve a titkárom, a Nagykölkedért Egyesület titkára táncolni fog. Lesz egy hölgy, aki hegedülni fog, de lehet, hogy ő lesz a nem utolsó sorban, ővel lezárjuk, mert szép hegedű műsort fog előadni. Illetve lesz egy másik lányunk, szintén a településről, aki egy régi verset fog elmondani, felolvasni, ami szintén a Nagykölkedről fog szólni. Helyezzük el a nézőknek, hallgatókat, Nagykölkedet a térképen. Hát, Nagykölked Ják és Körmend között fekszik, 800 éves település, kislakos létszámul. Nagyon sok, azt mondom, Vasvár vármegyének is adott híres embert. 1848-as honvéd volt a falunak, aki harcolt nemes létére a szabadságharc alatt. 2848-as országgyűlési képviselője van a községnek, a Hetyei István. A németújvári kerületet képviselte, Hetyei Vince pedig a körmendi kerületnek volt az országgyűlési képviselője, és sajnos 1849-ben fiatalon el is hunyt valószínű csatába, és nekünk még van még két, azt mondom, híres emberünk, az egyik pécsi Zarkaházi Imre, aki például a magyar domborzatot alkotta meg, és a Pázsi Akadémia tagja volt. Azt mondom, hogy ilyen kis községben indulva nem kis dolog, ha valaki eljut a Pázsi Akadémiára. És a mai korból is van egy híres díszpolgárunk is, Novák Dezső, kétszeres olimpiai bajnok labdarúgó, bronzérmes, UEFA győztes, és mondjam azt, hogy büszkeséggel, hogy tényleg a Fradiban nem az Albert rúgta a 11-est és a szabadrugásokat, hanem a Novák Dezső a mi kis falunkba a fél éves korába került, 12 évesen az egyházasváros csapatába játszott, úgyhogy aki Fradi szurkol, az úgyis tudja, kiről van szó. A kisközségünk szinte, azt lehet mondanám, hogy szinte minden ház megtellett, kormánynak a lakáshoz hozzájutása, nagyon sokan jöttek városról, és tényleg azt mondom, most 170 fős a falu, lehet, hogy többen vagyunk, már nem mindenki van bejelentkezve, van, aki Szombathelyen lakik, most is hivatalosan, de Nagykölkeden él, úgyhogy fejlődünk, egy nagyon jó összefogó társasága van a falunak az Egyesülettel, a szakkörök azok tényleg nagyon jó dolgok, szomszédfaluba is átjárnak hozzánk a szakkörre, és
tényleg azt mondom, hogy ezt egy kis közösséget, ami nekem a mai világban furcsa, legrosszabb, hogy nincsen közösségi élet. Tehát így a falukban az emberek, családok nem járnak össze. Én 82 óta élek Nagykölkeden, és ott tudom, hogy nekem furcsa volt, hogy ez a mai gyors rohanó világban, abban az időben az öregek kiültek a padra, elbeszélgettek egymással, most meg ez a rohanó világ, és ez a szakkör, ez a csapat, ez a Nagykölkedi Egyesület, ezek tényleg a programokban megszervezik, segít az önkormányzat is, persze anyagilag is, és tényleg egy nagyon jó kis társaság jött össze. A Nagykölkedért Egyesület mikor alakult? 4 éve. 2015. Október, november, december környékén. És akkor milyen létszámmal? 18 fővel alakultunk. Most is megvannak, csak ugye mivel ez a rohanó világban élünk, mindenki dolgozik, és mindig, mikor gyűlünk össze, vagy bármibe kell a segítség, azért a javarésze az ott van. De aki műszakban dolgozik, ugye az nem tud mindig ott lenni, de általában például a falunapokon mindenki ott van, mindenki részt vesz mindenben. Pont ezt szerettem volna kérni, hogy menjünk végig tematikusan egy évben, milyen események vannak Nagykölkeden. Hát kezdjük a farsanggal talán. Okay. Ott a gyerekeknek szól. Igen, azt is közösen az önkormányzattal. Akkor utána önkormányzati a március 15-e, ahol szintén gyerekek szereplésével történik a megemlékezés. Akkor áprilisban általában egyesületi szinten jön a húsvétvárás a gyerekeknek. Akkor május végén szintén egyesületi szinten a gyereknap. Illetve vége a május vállítás van április végén. Akkor jön a falunap, ami szintén közös. Aztán jön egy augusztus. Ez már az iskola végén? A falunap? Vagy már nyár közepén? Július utolsó végén. Aztán augusztus 19-én van egy ilyen nyárzáró buli, szalonna egy ilyen szalonnasütés. Akkor tüzet rakunk, mágiagyújtás. És akkor utána ugye kezdődik az iskola, de hála Isten Éles Krisztinának köszönhetően ez a szakkör, ez bejött, úgyhogy most októbertől ez meg is fog indulni nálunk, 3 szakkör. Egy egyesületi néven a veszőfonás, 2 pedig önkormányzati szinten a makramé, illetve a gyöngyfűzés. És akkor jön ugye az évvége, jön a Betlehem, az advent időszak, hála Isten tavaly elég jól meg tudtuk tartani mind a 4 hétvégét, 10 fővel, 10 gyerek, aki szerepel, műsort adnak elő. Illetve a Mikulás. Illetve a Mikulás ünnepség tényleg, még van is önkormányzati szinten. És az úgy, azt kell mondani, Nagykölkeden a 170 főből 40 gyerek kapott 14-es korig Mikulás csomagot. Nagykölked volt 15 éve Vas megye, akkor mi Vas megyének hívtuk, Vas megyének a legfiatalabb és a legöregebb települése egyszerre. Az mit jelentett a legidősebb? Hát ugye nagyon sok fiatal gyerek volt, 18 év alatti, és a nyugdíjas korosztály akkor 60 pár, hát akkor is már 65 volt, és 65-nek fölnek, és csak sajnos az a korosztály elhunyt. Menet közben egy, akkor. A gyerekek korosztálya, amiről beszéltünk, hogy a farsangon, illetve a műsorokat, hogy ők adják, ők általános iskolások, vagy esetleg már gimnazisták is vannak közöttük? Van köztük szakközépiskolás, vagyis hát most már érettségiző, de ő mindig a háttérbe szorul. Tehát mindig azt mondja, ha van nála fiatalabb, kisebb, aki szerepel, akkor ő inkább kimarad. De mindig bevesszük, tehát. És igazándiból mindenhol is ott igen, van. Igen, igen. Tehát egyéb rendezvényeken is, igen, akkor ő igen, nagyon segít. Oszlopos tagunk, mondhatjuk igen. Azt. Hova járnak a helyi gyerekek óvodába, illetve iskolába? Óvodába egyházasráduszra járnak, iskolába is, van, aki körmendre, ugye közel van mind a 2, 7 kilométerre vannak az intézmények. Ráadásul most van az a lehetőség, hogy van mini bölcsőde is, nem veszik igénybe, de így most azt mondom, a közlekedésileg is jó, mert Szombathely körmend egyházasrádusz irányába, tehát jó a közlekedése is a falu községünknek. Úgyhogy még nagyon szép épületeink vannak, a templunk talán a környék nem elfogultságból a legszebb templom a Jáki után.
volt is egy ilyen anekdota, hogy nem lehetett két tornya neki, mert ütötte volna a Jáki a Páti templomot, és nekünk azért akkor a szponzorunk az Eszterházi Pál főherceg volt, amikor épült 1908-ban a templom. És tényleg nagyon szép. Én most elmondom, nem vagyok vallásos, de tisztelem, aki tényleg vallásos, de azt mondom, hogy sok templomba jártunk, külföldön is, de ez tényleg a maga nemében nagyon szép. Őrzi az 1900-as évek téglaborítású stílusát. Igen, amikor megyünk el mellette, mi is mindig rácsodálkozunk, hogy mennyire gyönyörű, mennyire nagyon-nagyon szép az a templom. Tényleg nem elfogultságból, mert... Mikor látogatható? Gondolom vasárnaponként van. Vasárnap két hetente van nálunk, Misel. Igen. Közösen a Haraszti Egyházközsége jó a kapcsolata az egyházközségnek, az alapolgármester az egyházközség vezetője, és felvádva, és így azért az 50-60 fő azért megjelenik a templomba, vagy Haraszti faluba. Tehát nagyon jól, azt mondja, a közösség ilyen értelemben ott is jó. Tehát a két falu nagyon összefog, összetartó, de ugyanúgy falunapra is, vagy az ő rendezvényeikre is a két falu, de az évszázadon keresztül így volt. Tehát, hogy mindig ez a két falu összetartott. Két hetente van nyitva a templom, nem, és akkor... De úgy gondolják, ha valaki meg akarja látogatni, ha megkeresik, adunk telefonszámot, tehát ki lehet nyitni. Tehát az önkormányzatnál lehet esetleg... Nem, az egyházközség, a Rátkai Ferenc, ezt elfelejtettem mondani, most Hegedű Csejló művész volt, ő például az Országos Filharmoniában játszott, könyveket írt, zenét szerzett, sajnos elmúlt egy-két éve. Ennek a felesége, akik a plébánia templom, a régi plébánián eladták az egyházközség, bújították bizonyos fokig fel a templomot, és ő nála van kulcs, tehát hogyha valaki, vagy a Tetszát, ugye közművelési munkatárs oldalon az a községbe, én azért messze járok cserépkárásként, és meg lehet oldani, ha valaki kéri, tényleg csodálatos belse. Ha arra tetszik járni, nagyon szívesen. A Krisztinának egy telefon, és tényleg nagyon gyönyörűen ki van fezsve, fel van újítva, visszalenítve, ez az egyházközség munkája, nem önkormányzati. Mi is próbálkoztunk, csak 15 éve nem sikerült nyernünk. De úgyhogy megoldották, tényleg 100 évig legalább templom fog maradni. Biztos élni fogunk a lehetőséggel, mert tényleg kívülről már számtalanszor megcsodáltuk, hogy mennyire nagyon tessék szép. Tessék megnézni, mert... Így van. Menjünk vissza a gyerekekről való beszélgetéshez. Ütötte a fülemet, ugye, hogy Rádócra járnak, meg Körmendre, mert hogy 7-7 igen, kilométer. És olyankor, amikor rendezvények vannak, akár egy március 15-e, vagy bármi egyéb, ami mondjuk az adventhez, vagy a betlehemezéshez kapcsolódik, akkor ki tanítja be őket? Hát a Tetsza is dolgozik belük, meg van, amikor az iskolának úgy jön ki, mert mi napján tartjuk a március 15-ét, 15 órakor a 3-48-as emberünk miatt, és volt, hogy az általános iskolások adtak egy nagyon jó irodalmi, hát úgy mondom, hogy tényleg nagyon komoly műsor. A Tetsza pedig ilyen irodalmi színpadon kiosztja a szereplőknek, a 8-10 gyereknek a műsort, és akkor ők adják elő. Tetsza foglalkozik velük, összepróbáltassa velük, és akkor a végén meg a gyerekekkel megkoszorúzzák, meg zászlókkal. Van egy 48-as kópjafánk, amit az előző polgármester Szomkider Ágota csinált még, és ott van a koszorúzás. A hetei kriptá végig is, azt nem mondtam, ott nyugszik az egyik 48-as hősünk. Ott is volt, hogy tartottunk emlékműsort, csak ott kevesebben voltunk, aztán akkor visszamentünk a hetei kastélynek a parkjába, és ott tartjuk, a jó idő van, ha rossz idő van, azért ugye nem lehet esélyben, nem akarom a gyerekeket kivinni. Tehát jó a kapcsolat ilyen értelemben az iskolába, oda-vissza segítjük őket, ha kell nekik segítség, a falubuszt megkapják ingyen bérmentesen, hogyha visznek osztályokat, ilyen lovagi torna van, simegen többször odaadtuk nekik a buszt, hogy vigyék el. Ugye mi gyerekeink is oda járnak, igaz, hogy már tulajdonosként nem vagyunk benne egy házas áldozva, mint fenntartók a közintézményekben, de maga jó a kapcsolat a egyházas áldozva is, és tényleg azt mondom, hogy az a gyerekeket még rá lehet beszélni ezekre a műsorokra, meg talán egy kicsit büszkék is lesznek, nem kicsit, büszkének kell lenni, hogy egy ilyen kicsi faluból ilyen emberek van, származtak valamikor.
Hol van a lehetőség a közösségi életre, hol tudnak találkozni a fiatalok, vagy akár az idősebbek? Közösségi szintérbe, ami régen Hegyei Kastély Együttes és Park, mert van egy hektáros területe is. Az nagyon szép. És az most ugye önkormányzati tulajdonban van, és az a közösségi szinterünk. Ott folynak akkor a próbák is? Igen, igen, a szakkör is ott van, van egy nagy termünk, egy ilyen picike iroda, ami régen, mivel iskola volt, tanárinak funkcionált, akkor van egy zsibongunk, ahol elkezdtük a sporteszközök. A sporteszközök begyűjtését, hogy ilyen konditerem is, tehát hogy összejöjjenek, legyen olyan hely, ahol, hogyha esik az eső, akkor is össze tudjanak jönni a fiatalok, illetve van egy könyvtárunk is, egy jó nagy. És akkor itt tartjuk a rendezvényeket, illetve a falunak, az pedig ugye a kultúrháznak az udvarán. Van egy pavilonunk, ami színpadként funkcionál, tehát hogyha netalán esik az eső, akkor oda be tudnak a szereplők állni. Illetve az adventkor, amikor ugye igen, kikerül a Betlehem, igen, az most oda már kerül ott van ki, és akkor oda minden feldíszítve is. Igen. Tehát minden a kastély körül zajlik. Idén kezdődik októberben először a szakkör? Igen, október 6-án. Most először, mivel hát nekünk is csak jobb, hogyha pénteken tartjuk, nem kell sietni, nem kell hazafutni, hogy na, gyerekeket ébreszteni, iskola másnap tanulni. Igen, szombaton ráérünk felkelni, így a gyöngyfűzéssel fogjuk kezdeni 4 órakor, olyan 5:45 fele, mert általában nálunk az 1 óra az olyan 1,5-2 óra szokott lenni, akkor utána kezdődik a makramé, ahol te is részt veszel. Igen. És 6 óra körül jön a vesszőfonó mester úr, aki Háklár Attila néven szerepel. Ő segít nekem a vesszőfonásba, mert ő anno megcsinált egy ilyen tanfolyamot. Egy év alatt meg kellett neki tanulni mindent. Széket fon, kosarakat csinál, tehát minden. Szépeket csinál. Úgyhogy ő tartja, én is részt veszek benn, mert hát azért a videón keresztül nem úgy működik. Megnézem a videót, és akkor próbálkozok, mert azért az nem úgy megy. Ezt a nemezelésnél úgy kis tapasztaltuk közben. Egyébként a harmadik, tehát az első évtől csatlakozott Nagykőked a szakkörhöz, csak most megint új szakkörök. Először a nemezeléssel kezdtük egyel, megpróbálom mi ez. Tavaly 2-vel indultunk, a vesszőfonás és a papírfonás, az idején már 3-mal indulunk. És jövőre meg lesz a 4 is. Szépen step by step folyamatosan épül. És jönnek vissza ugyanazok egyébként, akik már voltak először a nemezelésen? Sőt, van, mikor már talonganak olyan téren, hogy 5 fő a megengedett, na hát én még beférek, és mondom, hát, ha nagyon meggondolom, beférsz, úgyhogy akkor vagy átadom én a helyemet, és akkor amit én készítenék, azt átadom, vagy veszünk hozzá alapanyagot. Így van. Mit jelentett ez a településnek, hogy elindultak a szakkörök így az elmúlt 3 évben? Mennyire hozta össze a felnőtteket? Hát középiskolás is van közöttük, tehát nem csak a felnőtteket, ez egy tényleg egy ilyen társaság. Amiről beszéltem, hogy tényleg ez az emberi kapcsolatok, az, hogy egymással foglalkoznak, beszélgetnek, nem csak hazamegyek, és bezárom a kaput, és akkor vége. Én azt hittem, hogy akik most nem csak nálunk probléma ez, tehát mi az országban Debrecentől, nem azt mondom, hogy Nemesmedvesig, Zalaegerszig építjük a kályákat, kandalókat, és látom azt, hogy tényleg az emberek be vannak zárkózva. Hazamegy mindenki, becsukja azt a kaput, és nincsen kapcsolatok. Lehet, hogy a szomszédja még van, ha jóban vannak, és nincs. És ezek az emberek, most azt mondja az ember azért jó, meg tényleg te ezt támogatná, hogyha nem kapnánk ilyen segítséget a Krisztináéktól, akkor ez nem pénzkérdése például. Egy önkormányzatnak milyen forrás hiányos, de nem lenne probléma az, hogy 20-30 ezer vagy 50 ezer fontot kifizessünk erre, hogy működjön ez a szakkör. Ez sokkal többet ér annál, hogy az emberi kapcsolatokat, hogy az a csapat, de mondom a szomszédfaluban is van, aki átjár, hogy tényleg együtt vannak, abban másfél-két órában jól érzik magukat. Vagy 4 órában. Tehát, vagy 4 órában. Én ugye nem vagyok részben, hogy a csoport... Szakkörnek csak néha szoktam látni, meg a munkáikat látom, meg kiállítások is voltak belőle,
a falunapkor ki volt állítva, és tényleg, és itt ennek a kezdeni, azt mondom, a szakmunkástól van közöttük érettségzett, de van felsőfokú végzettségű is, aki ugyanúgy jön, csinálja a szakkörbe, ami érdekli, úgyhogy ez tényleg nagyon jó dolognak tartom azt, hogy legalább ez a 8-10-15 ember tesz, hogy jobban tudja pontosan a számokat, csak amiket én látok, hogy ezek tényleg lelkesen, és tényleg látszik rajtuk, hogy ezt tényleg szeretettel csinálják, tehát nem csak úgy, hogy most én oda kell menni, ez nem munkahely, tehát jól érzik magukat. És az emberi kapcsolatokban is azt hiányolom, hogy tényleg nem csak mondom, ez országos világszinten lehet mondani, hogy nincsen emberi kapcsolatok, és ezek a szakkörök szerintem azért jó dolgok, mert összehozzák a 5 ember, 10-et, még Nagykőkén volt egy nagyon jó futballcsapat, mindig azt mondtam, hogy addig az a 22, igaz, hogy az a két csapatnak a játékos, hogy addig nem viszik a kocsmába. Igaz, hogy mi egy alkoholmentes falu vagyunk, mert 20 éve nincsen kocsmánk, de hát ez is hozzátartozna a falusi élethez, ugyanúgy, mint a templom. Ez egy kicserélődött a lakosság is, igazából már más világban, meg arról beszéltünk, hogy tényleg az emberek, az új lakók bezárkoznak, vannak nagyon sokan azok között is, akik nagyon szépen beizéltek hozzá, tehát hogyan mondjam, beilleszkedtek a minden programunkba. Tehát tényleg azt mondom, hogy van, csak nem csak a, tehát az új lakókra mondom ezt a bezárkózottságot, hanem a régiek között is ugyanúgy megvan az, hogy tényleg csak hazamennek. Sokszor én azt mondom, ezek alvó faluk. Tehát ezekre segítene valamennyire ezek a szakkör az jobban, vagy valami programok a országos szinten föl lenne annyira fejleszteni ezt az egészet, hogy az emberek egy kicsit jobban kapcsolódjanak. Mert tényleg a falunapra van 150-200 ember oldanám a környező falvakból. Tehát tényleg azt mondja, jól látni, amikor az emberek találkoznak, beszélgetnek egymással, idősek is eljönnek, van olyan, aki falu származott, tehát támogatja a falunapot, és eljön, beszélgetünk, aki főleg a korosztálybelivel. Tehát mindig a kapcsolatokon van szerintem a lényeg az egészben, hogy egy kicsit tényleg azt mondom, hogy az emberek beszélgessenek, kapcsolódjanak egymáshoz. Hát meg igazániból az is nagyon fontos, hogy egyre több gyerek van. Egyre több gyerek jelenik meg a rendezvényeken, és kérdezik, hogy mit csinálhatnak, miben segíthetnek, és tényleg visszajön az, ami az én gyerekkoromban volt. Hogy együtt elmentünk biciklizni, elmennek a szomszédfaluba kosárlabdázni együtt. És ez a lényege az egésznek, hogy ők megismerjék egymást, és adott helyzetben később megmaradjon ugyanez a jó kapcsolat. Tehát újra igény van arra, igen, hogy együtt tudjanak, igen, lenni, igen, hogyha hazajöttek. A telefont nyomkodják, igen, ugye, gyerekek. Ez világszintű probléma szerintem, ez a igen, telefon probléma. Igen. És azért örültem neki, hogy még az én fiam igaz, hogy 8-as, de még ő is részt vett a szakkörökön. Igen. Sőt, van egy 6-as kislány, aki szintén jelentkezett, mert hogy hát ő részt akar ilyenen venni. Ő szeret kézi. Tehát szereti azt, hogy kézzel megcsinálhatja azt, ami ő neki tetszik. Pont ez lett volna a következő kérdésem, hogy biztos személyesen érintettek vagytok, hiszen végig csináltátok a szakköröket, amiket eddig megszerveztetek. Igen. Hogy milyen érzés tudni valamit, amit azt megelőzőleg nem. És hogy ezek, jó, teljesen változnak évről évre. Valami olyan kézműves technika, amiből aztán saját alapanyaggal, hogyha az ember otthon dolgozik, akár a későbbiek folyamán tud ajándékot készíteni, vagy bármi apróság. Erre én voltam az élő példa. Igen. Mert a nemezelés után én úgy bevásároltam mindent, ami nemezelős dolog volt, mint a tehát... Megjött a kedv? Meg, igen, egyébként. Azt szoktam mondani, azért a tűnemezelés az egy veszélyes sportág, de egyébként igen. Tehát az, hogy egy saját fülbe való, egy olyan kép, amit látja az ember, hogy azt, na, azt én csináltam, és hú, de jó lett. Szerintem tényleg azok voltak. Igen. Meg hát a közösen, ami szerintem mindegyikünknek megmarad, az például volt egy madár. Igen, volt egy nagy madár. A madarunk. Amit közösen, tehát nem az, hogy na most minden egyik öt föl, de voltunk szerintem ott heten is, hogy minden egyik külön csinálja marad. Nem. Egyet. Egybe. Egy nagyot csináltunk, és ez Nagykőked madara lett. Tényleg? Igen. És milyen madár, hogyha mondjuk meg kellene határoznunk, mire hajaz leginkább az a madár? Madár. Igen, mert színes. Tehát mindenki tett, igen, hozzá, mindenki gyúrta, mindenki tett hozzá szint is, és ezért lett ilyen színes. Majdnem mind a papagáj, de hasonlít a libához. A sirályra is. A sirályra, a kék.
Igen, de van benne piros is. Piros, sárga, a kék madár. Belevittük a falu színeit, ugye a piros vagy a kék sárgával. Kék sárgát, igen, úgyhogy... De az például egy nagy élmény. De azt is el kell mondani, tényleg az értéktárnál, hogy a Deli István, a Krisztina ismeri meg a Vasnépi, és többször megjelent a gyűjteményeinek, így a falu származikét ottani lakosnak is számít, kicserélőt a gyűjtemény. Tesza is nagyon sokat gyűjtött össze, a lakosságot megkereste, és én is jó pár dolgot tudtam adni az értéktárba, úgyhogy most már azt mondom, 90%-a, több mint 90%-a a faluje. Tehát amit a faluba összegyűjtöttek, és el is ez, most azt mondom, hogy egy, tehát érzik azt az emberek, értik, hogy az övüké a falu, a község, és tényleg azt mondom, nem elfogultság miatt, de az egyik legrendezettebb ilyen értelemben község. Tehát, hogyha valaki végigmegy a falun, kirándul, jött, van egy Millennium Park, van a kastély mögött a nagy park, ami nagyon fáj nekünk egy kicsit az, hogy a játszóterünket sajnos olyan állapotban volt, hogy el kellett bontani, mert balesetveszélyes volt, viszont nem sikerült nyerni, mert mondom, tényleg sok a gyerek. Tehát örülünk neki, mert úgy mi nem fogunk kihalni. Tehát megmarad a falu, nem lesz ilyen problémánk, hogy nem lesz Nagykölket. Ha szép nagy nevünk is van, hogy Nagykölket, de azért kicsit vagyunk. Hát már most megint lett egy új tagja a falunak, úgyhogy igen. Megvan a legkisebb is. Igen, tegnap született a keresztlányomnak a kisfia. Gratulálunk. Köszönjük. Igazi kis úri ember kellett. Igen, kis vasgyuró. Úgyhogy megvan a falu legfiatalabb tagja is már. Tehát ő is megkapja Mikulás csomagot most. Így van. 41. Mikulás csomag. Így van. Hát igen. Így van. Nem is abból nagyon jól, így megint a közösségi életről. Ott az a 43 gyerek, ott van a hozzávaló szülők, a legtöbbször párba jönnek, tele van a nagy terem, meg vannak a fotók a telefonomban, mind az egyről, valamikor már nagyok, csak előveszem valamelyik telefonomat, bizony feltöltöm, és tényleg jó ott a gyerekeknek, hogy nem bemegy a Mikulás, meg mit tudom, kirakja. Nagyon jó, hogy ott vannak a szülők, mondat a télapóval a verset, énekeljetek egyet, és tényleg egy olyan jó közösség az egész, mindenki látszik, mosolyog, hogy jól érzik magukat az, hogy így önkormányzati szinten van a Mikulás, mert nagyon régen úgy hordták ki házanként, és volt, hogy a Mikulás elindult 6 órakor, az utolsó ház az már 9 órakor ért. És tegyük tehát így ez azt mondom, hogy egy kicsit van, amikor meg is tréfálja a Mikulás a rossz gyereket, de tényleg nagyon jól érzik magukat is, tényleg jól nézni azt a sok embert, ahogy ott van a teremben, és a gyerekeket is van, aki megelehetődik, pici gyerek, a nagyobbak már nem olyanok. Tehát tényleg azt mondom, így közösségi életben, a létszámunkhoz képest tényleg azt mondom, hogy példakat tudom lehet mondani. Krampuszra nincs jelentkezve. Nem, igazániból nagyon jó gyerekek vannak, úgyhogy. Szülők kérték. Picit megijedtek, és ebből volt konfliktus, a krampuszok megsértődtek, de nálunk jó gyerekek vannak. Igen. Kedves nézőknek és hallgatóknak is szeretném megköszönni a megtisztelő figyelmet. Ez volt a Civil Idő Podcast, a H+ Média civil és közösségi magazinja. Az összes tartalomért, ami általunk elérhető, keressék az internetes felületeinket, illetve a nagyobb podcast felületeket, és tartsanak velünk legközelebb is.